Sziasztok, Csebe vagyok, ez egy új videó, ez egy új hülyeségek az interneten, és ha ez a sorozat már így egy sorozat lett, akkor csináljuk neki egy főcímdalt. Nem tudok zongorázni. Egyébként tudom, hogy megint nagyon rég nem volt videó, viszont cserébe tudok nektek szolgáltatni egy jelenetet, amin éppen iszok. Igen, tisztában vagyok vele, hogy ez senkit nem vigasztalt meg, úgyhogy kezdjük a videót. Ha valakit úgy igazán, de igazán szívből utálunk, akkor tudathatjuk vele ezt a legelegánsabb módon úgy, hogy küldünk neki egy adag szart. Igen, szó szerint küldünk neki egy adag szart. Az ipoopyou.com-on lehet küldeni ló, tehén, csirke, vagy akár kecske ürüléket is egy megadott címre, és ez a megadott cím valószínűleg nem a sajátunk lesz, hanem egy ellenségünké. Vagy egy barátunké, mert micsoda móka már egy nagy adag szart küldeni másnak a házába. Ebben a videóban, illetve sorozatban nagy rész haszontalan és értelmetlen dolgok vannak, ugyanis ezért hülyeségek az interneten, viszont ez hasznos dolog, ugyanis ez egy olyan jegyzett papír, aminek karóra alakja van, illetve föl is ragaszthatod a karodra, és így a te jöndőidet nem fogod elfelejteni. Vagy de? Én kedvelem az öngyújtókat, sőt igazából bármit, ami lángol is. Ezért ez a poroltó öngyújtó különösen megmelengette a szívem. Na. Na végre! Különösen tetszik benne az a kis irónia, hogy ez egy poroltó, amivel alapból tüzet szoktunk eloltani, mégis egy öngyújtó. És még világít is. Nem mintha a tűz nem világítana. Szarszappan. Nincs több mondani való. Viszlát. Ezzel a Harry Potter-es szélvédőtakaróval úgy fog kinézni az autód, mintha éppen benne ülne Hagrid, Dumbledore, Ron és Harry. Bocsi, hogy megállunk, csak meg szeretem volna jegyezni, hogy ez a tévesztés szándékos volt és a vicc része. És egyébként csak kell mindent komolyan venni, amit a videókban mondok, például az előző videóban azt mondtam, hogy utálom a lovakat, miközben nem igaz. Na pá! Az ember sok mindennel kiemelkedett az állatok közül, először a beszéddel, aztán az írással, a művészetekkel, a kommunikációval, eszközhasználattal, a gépesítéssel és a pizzavágó ollóval. Ez egy olló, amivel pizzát lehet vágni, még hogy ki fog pusztulni a társadalom. Azt hiszem, erről a termékről nem kell sok mindent elmondanom, ugyanis ez egészen egyszerűen egy póló, amin rajta van Nicolas Cage 300 ezer kilométeres feje. És ha azt gondoltátok, hogy Nicolas Cage fejét viselni magadon már elég beteg dolog, akkor nézzétek meg ezt a baba fejet, ami elképesztő életű, és ha egy felnőtt ember fölveszi, az nagyon betegen néz ki. Nézzétek meg ezt a családot, akik beöltöztek babának, úgy, ahogy nagyon betegek. Egyébként lehet venni vidám, szomorú és undorodó baba fejet mindössze 500 dollárért, viszont cserébe a honlap is csodálatos. És beteg. Én személy szerint nem használok naptárat, mert úgyis itt a telefon, és egyébként sem érdekel, hogy hanyadika van. De! Ha használnék naptárat, akkor minden bizonnyal ilyet használnék, ugyanis minden hónapra jut egy kutya, aki éppen a dolgát végzi. Fenomenális! Mondtam már, hogy szeretem a repülő dolgokat. Igen, már vagy 500-szor. Nos, most van lehetőség irányítani egy szuperhőst, mármint igazából egy embernagyságú, emberkinézetű repülő valamit, ami egyébként pedig úgy néz ki, mint egy szuperhős. Ez meg csak egy bicska, amiben állatkák rejtőznek. Bacon ízű fogkrém. El tudom képzelni, milyen kellemes szájszaga van annak, aki baconos fogkrémmel most fogad. Lehet kapni fekete vizet, ami elvileg ugyanolyan ízű, mint a sima víz. Valamiért nekem ez nagyon tetszik. Oké, persze én az a fajta ember vagyok, aki befesti kékre a mézes kalácsot, mert miért ne? Ezzel a szerkezettel a tojásaid, mármint a fő tojásaid nagyon-nagyon cukira csinálhatod. Ugye milyen kis ennivalók? Szeretnétek valami újat? Valami őszinte alkotást? Valamit, amire azt mondhatjátok, na, ez művészet? Itt van Batman, aki fogat most! Gondoltatok már rá, hogy katasztrófásat játszotok egy pohárban? Na, akkor a Titanic és jéghegy jégkocka készítőt nektek találták ki. Egészen meglepődtem, amikor megtudtam, hogy élő katicákat is vásárolhatunk az interneten, na persze nem egyet, hanem kiszereléstől függően, pár százat, pár ezret, akár 9000-et. Persze ez arra van, hogy az emberek megvédjék a növényeiket olyan élőlényektől, amik elpusztítanák azokat, viszont a katicák előszeretettel megeszik őket. De azért 9000 katica az durva. Mi van, ha téged esznek meg? Az alsógatyaszerű kesztyűről azt hihetnétek, hogy felesleges. De nem, a honlap bebizonyítja nektek, hogy nem az. Ugyanis például tökéletes éjszakai blogolásra
vagy körömfestésre is most már egyből meg akarom venni. Ha szereted a cuki cicákat és a túl ízesített ételeket, akkor ezt neked találták ki, ugyanis egy fekete és egy fehér cica hátsó feléből szórhatod a borsot és a sót. Oké, őszintén bevallom, eddig teljesen azt hittem, hogy unikornisok nem léteznek, amíg meg nem láttam ezt az Amazonon, ugyanis lehet venni eredeti unikornis húst konzervben. Természetesen nem olyan jó, mint a friss, de hát kinek van ma ideje unikornisokra vadászni? Írta ezt egy kommentelő, aki egyébként 5 csillagosra értékelte a terméket. Fiam, tudom, hogy karácsonyra egy rohadt pörgetyűt kaptál, viszont most szülinapodra valami jobbat szeretnék, szóval akár el is mondhatnád, hogy mit szeretnél? Nem kérek semmit. Hát jó, oké. Later. Tessék, azt mondtad, semmit nem kérsz. És tényleg lehet venni semmit, pontosabban egy műanyag dobozt, amire rá van ragasztva egy matrica, hogy azt mondtad, semmit nem kérsz. És azt is gyanítom, hogy a dobozka nem semmivel van töltve, hanem levegővel. De most látom, hogy 10 dollár, úgyhogy nektek inkább azt ajánlom, hogy fogjatok egy üres nejlonzacskót, írjátok le azt, hogy azt mondtad, semmit nem kérsz, és adjátok oda bárkinek, még akkor is, ha kértek valamit, garantálom, 100% csícsnál garancia, hogy örülni fognak. Lehet venni igazi emberi koponyákat. Mármint tényleg igazi emberi igazi koponyákat. Sőt, ha van eladó koponyád, meg is veszik. Tessék! A következő terméket azoknak tudom ajánlani, akik nem lennének képesek gondoskodni egy háziállatról, mert még a szobanövényüket se locsolják meg. Segítség! Hónapok óta nem ittam semmi! Kossaj! Szóval nektek, kedves emberek, itt egy kő. Igen, ez egy kő. Nem kell etetni, nem kell itatni, ő egy kő. És cuki. Na de azoknak, akik ezzel nem elégednek meg, itt a kő USB-s kiadása, ami már van egy USB kábel, amit bedughatsz a gépbe, és a kő továbbra sem csinál semmit. Tényleg nem. De legalább USB-s. És cuki. Ha pedig el szeretnéd mondani erről a kőről a véleményed, de éppen teljesen lusta vagy még beszélni is, vagy unikornis hússal van tele a szád, akkor nem kell semmit tenned, csak megnyomnod a bullshit gombot. Növesz magadnak barátnőt vagy barátot. Nyugi, ezt se kell öntözni, egyszer belerakod vízbe, és megnő. Itt pedig van egy USB-s csáp, ami már csinál is valamit, ugyanis beledugod a számítógépedbe, a csáp pedig folyamatosan csápol. Ha pedig esetleg valami tartós fényforrása van szükséged, akkor megveheted ezeket a kis világító rudakat, amik 15 évig világítanak. Úristen, 15 év! Remélem estefele nézitek ezt a videót, ugyanis az utolsó tárgy, vagy inkább tárgyak, zombi macik, ugyanis mindenki unja már az unalmas, ugyanolyan plüssmacikat, úgyhogy itt vannak zombi macik, amik akár még mozognak is, és leveszik az arcukat, és úristen, azt hittem, hogy a babafej beteg, de ez még betegebb. 2 B-vel. B-B. És ezzel a videó végére is értünk, nagyon remélem, hogy tetszett, és kommentben megírhatjátok, hogy melyik volt a kedvenc tárgyatok, illetve hogy szeretnétek-e még ilyen hülyeségek az interneten, vagy inkább hagyjam abba ezt a sorozatot, egyébként lesznek más videók is, vannak ötleteim, úgyhogy lesznek. Minden cucchoz a link ott van a leírásban, úgyhogy ha gondoljátok, nézegessétek meg, és nézegessetek hülyeségeket az interneten, a matekházi várhat, a G-Channel garanciával biztos, hogy nem kaptok egyest, én garantálom nektek. Sziasztok! Elfogyott a levegő!